kecskeméti rendőrség bemutatásáról szóló riportsorozatunk második fejezetét látják. Itt vagyunk a légirendészeti parancsnokság hangárjában, ahol bepillantást nyerhetünk a helikopteres rendőrök munkájába. Milyen feladatokat lát el a légirendészeti parancsnokság? A légirendészeti parancsnokság alapvetően, ahogy a nevéből is látszik, légirendészeti tevékenységet lát el. Ennek során a polgári repülés ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat látjuk el. Ez történik földről és levegőben. Levegőben úgy történik, hogy oda megyünk helikopterrel arra a helyre, ahol repülőüzem van, a civil repülésről van szó természetesen, és hát ellenőrizzük, hogy a légijárművek, akik és a benne résztvevő személyeknek, mert rendben vannak-e az okmányai, a légijárműveknek alkalmas bizonyítványai megvannak-e a repüléshez. Ezen kívül földön ugyanezt a tevékenységet látjuk el, ugyanúgy eljárunk gépjárművel a különböző helyszínekre, ahol ellenőrizzük a polgári repülés végrehajtási rendet. Közlekedésnek nagyon sokat szoktunk segíteni, közlekedési akciókban. Nyári forgalom nagyon megnövekedik az autópályákon, ezt szoktuk levegőből. Budapest fölött rendszeresen járőrözünk, hetente több alkalommal figyeljük a városból kivezető forgalmat. A jelentéseink alapján a földi kollégák úgy tudják szervezni, irányítani, esetleg a befolyásolni a fővárosba irányuló forgalmat, hogy az megfelelő legyen a utazó közönség számára. Természetesen azért a főváros lehetőségei elég szűkösek, olyan nagy ráhatásunk nincs, de egy folyamatos képet kapnak a közlekedési kollégák arról, hogy mire lehet számítani. A mi feladataink közé tartozik a légi megfigyelés, tehát mi effektíven nem avatkozunk be a tömegoszlatás, illetve tömegkezelés témakörébe, mi csak megfigyelő pont vagyunk az ő számukra, és azonnali információkat tudunk szolgáltatni a különböző földi mozgásokról, a különböző csoportok gyülekezési helyeiről, illetve vonulási útvonalairól, nagyban segítve a kollégáinkat ezzel. Egy nagyon fontos eszközünk, amit már évtizedek óta várunk, egy úgynevezett FLIR rendszer, ami hőkamera és egy nappali kamera kombinációja. Ez nagy segítséget nyújt feladataink során a közlekedők dokumentálásában, például a szabálytalanul mozgó járműveket levegőből megfigyelve rögzíteni tudjuk videókazettán, illetve a hőkamera nagyon-nagyon hasznos eszköz a személyek felkutatásában, megtalálásában, mert olyan érzékeny, hogy minimális hőkülönbségeket is kimutat. Nagyon jó példa erre, hogy volt egy eset, mikor a üldözött személy bebújt egy kukába, és néhány perc múlva a kukán keresztül meg lehetett látni ezzel az eszközzel, mert a bent lévő személy testmelege fölmelegítette a kukát, és ez gyanús lett a személyzetnek, és így kiszúrták. A repülés alkalmával kik tartózkodnak a fedélzeten? A repülés során szolgálati feladatot két fő látja el, a pilóta, aki itt ül a baloldali széken, ő a gép parancsnoka, és mellette a jobboldali székben, illetve hátul foglal helyet a fedélzeti operátor. A fedélzeti operátor feladata, hogy a repülésen kívül minden olyan rendőri feladatot ő szolgál ki, amit a légijárművel támogatunk. Kommunikál a földi egységekkel, kezeli a berendezéseket, a helikopterre felszerelt kutatóeszközöket, a térképen a navigációs pontokat esetleg, hogyha ki van rá van szorulva a pilóta, mert annyi más dolgot végez, akkor többnyire besegítő is a feladatba, illetve amikor leszáll a gép intézkedni, mert egy olyan esemény helyszínén, egy közlekedési baleset, vagy egy reptér ellenőrzés során leszáll a gép, akkor tulajdonképpen ő hajtja végre azokat az igazoltatásokat, azokat az intézkedéseket, amit megkövetel a szakmai feladat. Tekintsük át a gép elsőjében található nagyon fontosabb szívesen. Módszerek.
Tehát, ahogy említettem, ebben a gépben tulajdonképpen megvannak azok az összes repüléshez szükséges eszköz, ami a biztonságos feladat végrehajtáshoz kell. Itt helyezkednek el a repülőgép mozgását, illetve irányítását segítő műszerek, navigáció, fordulatszám, sebességmérő, műhorizont, és ezen az oldalon a hajtómű paraméterek műszerei, hőmérséklet, már gázhőmérséklet, olajnyomás, fordulatszámok és a többi. Ezt a pilótának folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Őket arra képzik, hogy a szemük önkéntelenül is egy meghatározott útvonalon halad, és ezt nagy sűrűséggel mindig észre is veszik a változásokat. Ezen kívül itt vannak a kommunikációs, navigációs rádiók, illetve itt helyezkedik el az a kutatóeszköznek a kontroll monitorja, amit a pilóta használ az irányítás során. Ezen nyomon tudja követni, hogy a hátulülő operátor mire fókuszál, mi az, amit megfigyel.